a többi fakocka fejhez, se agyon se viszonyul. El addig, hogy a fatanál elpakulva kifakad. Hű, favilla, fakarika, kifakanál, kifakad. Azt a fancsali fajzatát, na majd megraklak, ne félj, fakupa lesz belőletek, vagy fakutya, sőt, fahéj. Öt településről közel 30 diák érkezett a versmondó versenyre. A gyerekek 4 korcsoportban mérhették össze tudásukat, a legjobbakat oklevéllel jutalmazták. Knipl Zoé elárulta, hogy kicsit ugyan izgult, de megpróbálta a legjobbját nyújtani. Sokat készültem, mert még az előző fordulóban is sokat kellett, de egyszerű volt így már, hogy ez a második forduló volt, és én szerintem jól sikerült, ezt nem tudom, hogy a zsűrik hogy döntenek nagy részben. Lőcsei Máté elmondta, a sok gyakorlásnak köszönhetően egyre magabiztosabbá válhat az ember. A Famese című verset mondtam el, és hát nagyon sokat készültem rá, mert hát otthon gyakoroltunk az anyámmal. Bakó Levente szerint érdemes olyan verset választani, aminek a témája amúgy is érdekli az embert. Géci Szilviától az Én nem vagyok verset mondtam. Hát a készülés, hát én nagyon jól tudom ezt a mesét. Ha álmomból felkeltem, akkor is el tudom mondani. Szóval nagyon sokat készülnem nem kellett. Mártól Antal, a zsűri elnöke úgy fogalmazott, nagy örömmel tölti el, hogy ennyi lelkes diák fordított időt és energiát arra, hogy verseket tanuljon. Legkisebbektől a legnagyobb, akik ugye az általános iskolából jelen voltak, tehát 4 korcsoport, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadikban. Egy élmény volt ezt végighallgatni, mert én mindig azt mondom, hogyha valaki elkezdi ezt kisgyerekként, akkor az meghozza a gyümölcsét, és ezt láttuk a nyolcadikosoknál, hogy meghozta a gyümölcsöt. Tehát a negyedik korosztályban, tehát ott már olyan élethű előadásokat láttunk, hogy a piros kalapot az ember csak úgy követte már, hogy hova is kerül ez a piros kalap, úgyhogy tényleg megérintette az embert, élményt adott. Tulajdonképpen ugye itt már mindenki egy ötös szintet elért, úgymond, tehát 5 és 10 között figyeljünk oda arra, hogy milyen a kiállás, milyen a hanghordozás, a beszédtisztaság. Bizony voltak hiányosságok, tehát én néhányat föl is írtam, amikor az embernek oda kell figyelni, hogy mit is mondanak, mert sokszor egybefüggően mondják a szavakat egymás mellé, és nem tudja az ember, hogy mi is akar az lenni. Tehát ez a mai gyors, felgyorsult világunknak szerintem érezhető jele, hogy egybe jön a szöveg. Steiner Krisztián, a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola igazgatója elmondta, az általános iskolás diákok fejlődésében fontos szerepe van a versek tanulásának. Egy hagyományos rendezvényen vagyunk, ez a Völgységi Kistérségnek a versmondó versenye. De azért mondom kicsit idézőjelben, hogy hagyományos, mert sajnos az elmúlt esztendőkben elmaradt a rendezvény a pandémia, a járványveszély miatt, így jó volt újra találkozni a versenyzőkkel, a kollégákkal, hiszen én azt gondolom, hogy ezek a közösségi élmények teszik szebbé az iskolai életet, úgyhogy örültünk, hogy közel 30 versenyző érkezett hozzánk. El tudom mondani, hogy a Bonyhádi Általános Iskola diákjai mellett 4 településről is érkeztek jól felkészült versenyzők, akik itt megmutatták a tudásukat. Alapvetően minden iskolában egy ilyen előselejtező előzte meg a kiválasztást, és mondhatom, hogy a legjobbak jutottak el ide. A verseny szakértő zsűri előtt zajlik, nyugdíjas pedagógusok, illetve jelenleg is aktív pedagógusok, valamint a könyvtár igazgatója, a zsűri 3 tagja, és ők fogják értékelni a gyerekeket. Próbálunk mindenkit emléklappal díjazni, ezen kívül természetesen oklevelet kapnak, és ilyen kis ajándékkal gazdagodnak, akik úgy szerepeltek. A versmondó versenyeken való részvétel nem csak a tanulás szempontjából hasznos, de a közönség elé kiállva a gyerekek fejleszthetik a szereplőkészségüket is.